Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Március 14-e van az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előestéjén. Köszöntöm Önöket. Ma adták át hagyományos módon Székesfehérvár legrangosabb újságírói elismerését, a Penna Régia díjat. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm munkatársunkat, kollégánkat, Kis László fotoriportert, aki ebben az esztendőben átvehette ezt a arangos elismerést. Szervusz, Laci! Szia, jó estét mindenkinek! Gratulálok mindannyiunk nevében, minden olyan székesfehérvári nevében, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik megcsodálhatták az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben azokat a fotókat, amelyeket sajtófotóként, portréfotóként, kiállítás részeként mutattál nekünk. Egy idézetet hadd mondjak. A fotográfusok folytonosan a valósággal küszködnek. Helyesebben néha küszködnek, néha lubickolnak benne, némelyek a bűvöletében élnek, mások mindent megtesznek azért, hogy eltávolodjanak tőle. Ez utóbbiak a lehetetlen kísértik, ami ha a művészetről van szó, végtére is normálisnak mondható feladat. Normális, de roppant nehéz. No. Jó idézet. Én amikor kezdtem ezt a fotóriporteri pályát, a reklám szakmában nyargaltam át ide, viszonylag hosszú is volt ez az átmeneti időszak, és volt olyan, hogy az egyik riportalanyomat néztem egy órán keresztül, és elfejtettem megnyomni a gombot, mert nem tetszett a beállítás. Szóval azért ez egy nem könnyű műfaj riporternek lenni, és nem könnyű azt az adott pillanatot megtalálni, amit mondjuk egy reklámfotós vagy egy portréfotós jónak ítél meg, egy riporter azt mondja rá, hogy rossz vagy fordítva. Megismertük azt a sokszínű tehetséget, ami benned rejlik. Hiszen ahogy a bevezetőben is elmondtam, nagyon sok mindent kell csinálnod. Hát általában ez a vidéki fotós sorsa mondják, de a vidék itt nem idézőjelben született. Tehát amikor választottál magadnak hivatást, akkor választottál egyben műfajt is? Menjünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Hát műfajt, persze műfajt választottam, pontosabban szerettem volna én is egy valamiféle fotográfusi világba belecsöppenni, és ez sokkal inkább a reklámfotó volt, mint a riport. Amikor így először elkezdtem fotózni, az volt a mániám, hogy megörökítem a, hát nem fura így 30 év távlatából, hogy megörökítem Fehérvár összes hajléktalanját, akkor még nem is ezt a szót használtuk rájuk, kukásoknak hívtuk őket, és mentem utának, és fotóztam őket, hogy a kukákban gyűjtögetnek. Aztán egy jó meredek váltással elkezdtem a reklámfotóval foglalkozni, ez, akinek megvan ez a világ, ez a klasszikus alábújó kendős, négyszer incses, lúpéval élesre állítós fotográfia, ez egy kicsit bonyolultabb és összetettebb világ, de ez nagyon vonzott. Tehát erre nagyon rápörögtem, ebben nagyon szerettem volna jó lenni, és hát itt próbáltam meg valamit elérni. Ez a riporterkedés, ez mindig egy ilyen szükséges része volt a szakmának. Tehát itt vidéken nem lehet azt mondani, hogy nem értesz valamihez. És kénytelen voltam megcsinálni ezt is, megcsináltam azt is, és így, hát így váltottam át aztán egyikből a másikba, de ez elég hosszú idő volt. De a sajtófotó, művészfotó, sport, kultúra, színház, ez nálad kézenfogva jár. Igen, nem tudom, hogy csináltam. Valahogy így egy ilyen masszává gyúrtam össze ezt az egészet. Tulajdonképpen így szeretem, mert kikapcsolt. Tehát azzal, hogy az egyikből át lehet néha menni a másikba, nyilván bonyolultnak tűnik, és a családom először nem értett, hogy miért kellene nekem ilyen átállási időszakok. Tehát babrikolok valamit egy konzervdobozzal, és mondom, hogy el kell mennem a színházba fotózni, hogy kéne nekem némi lauf, hogy fölkészüljek erre egy lélekben, vagy szellemiségben, és mindig furcsálották, hogy ez miért akkora macera, ez még mindig nagy macera. Nagyon szeretem azt, hogy ilyen sokrétű a munkánk. Tehát szeretek egyik. De mindig felkészült vagy, tehát adhok alapon ma sem csinál semmit, holott nem. Három évtized áll mögötted, ahogy mondod. Hát mert nem szeretem. Én azt szeretem, hogyha felkészültem megyek a helyszínre. Én kiszoktam gondolni még a riportoknál is a világítást. Pont amit az elején említettem, ez volt ebben a riportfotóban a macera nekem, hogy megszoktam azt, hogy beállítom azt a világot, amit fényképezek. Tehát megcsináltam magamnak. Hogyha nem tetszett a fény, raktam hozzá valamit, de egy riportban ezt nem nagyon lehet megcsinálni. Mennyit változtak az eszközök, és mennyit kellett változni a fotósnak ez idő alatt? Hát óriási változás volt. Tehát amikor elkezdtem én, akkor még tulajdonképpen minden filmre, vagy ma divatos szóval mondva analóg módon történt, és aztán egy ilyen hirtelen váltásra lett, csak digitális lett a fotográfia, és belekerültünk a 10 millió fényképész országába. Tehát ma mindenki fényképez, mindenki képet csinál, mindenki posztol, úgyhogy a változás szerintem óriási,
és a mennyiség is megváltozott. Nagyon jó példa, hát ezt ismerjük ugye a kollégák akkori működését, egy tekercsfilm az egy nap, mondhatni. Az 36 kocka, 36 kockára kellett a dolgot megoldani, hát pontosabban nem kocka, csak kockának hívtuk. Ma meg egy riportra csinálunk 200 felvételt. Tehát bam-bam-bam. Bam-bam-bam, de ez a bam-bam-bam csak azért van, mert a helyszínen lehet ellenőrizni a dolgot. Ha ma is az lenne, hogy nem lenne egy kijelző, amin visszatudom nézni, hogy mit csináltam, akkor nem bambambolnánk, hanem akkor várnánk és gondolkoznánk. De annyival könnyítettük meg a helyzetét mind a két félnek, hogy akit fotózunk, az is tudja, hogy nincs tétje, és tulajdonképpen én is tudom, hogy kisebb a tét, mert ellenőrizhetem, és az nagyon nagy könnyebbség, hogy ott a helyszínen megnézem, hogy jót csináltam-e. Erre 15 éve nem volt lehetőség. Ugyanakkor ez könnyebbség, de nehezebb is így. Hiszen ha művészfotót szeretnél készíteni, akkor ugyanúgy felkészültnek kell lenned, nyilvánvaló, hiszen a technikától, az ilyen technikától, a 21. századitól már elvárható, hogy az valóban olyan legyen, ahogy te megálmodtad. Ezt érzékeled? Igen, de én ezt nem hívom művészetnek. Tehát ez egy alkalmazott műfaj, itt használjuk azokat az eszközöket, amiket a kor megkíván, és megpróbálunk ennek a tengelynek a mentén modernek és gyorsak lenni. A művészet az egy más káposzta szerintem. Ott azért kevésbé jó eszközök, kevésbé jó kivitelek is elfogadhatóak. Ott sokkal fontosabb ez a bizonyos művészi többlet. A riportnál ott valami egészen mást kell csinálni. Ott ilyen rövid történeteket kell elmondani néhány képben, és az egy teljesen más történet. Itt nagyon sokat segít a technika. Tehát nagyon jó az, hogy a helyszínen lehet ellenőrizni. Adott esetben, amikor az van, hogy címlapot vadászunk a magazinhoz, a felvételkor lehet érezni, hogy megvan-e. Hát elmegyünk egy anyagra, és fogom tudni, hogy ebben benne van-e az a kép. Ezt régen azért ennyire biztosan nem tudtam. Tetten érhető nyilván akkor ebben is a fejlődés, és tetten Abszolút. Érhető a változás is. Ugyanakkor az igazi fotós az általában nem változik. A saját eszközeit, most akkor kihagyom, hogy művészi eszközeit, azt mindig megtartja. Neked, mikor azt mondom, hogy sajtófotó, művészfotók, azért a színház az művészet, amikor bizonyos értelemben, hiszen egyetlen egy vagy néhány fotóból kell megállapítani adott esetben, hogy az a darab milyen. És ez felelősség. Hát ez nagy felelősség, meg nagy alázat. Tehát alapvetően egyrészt valamennyire éreznem kell, hogy a rendező vagy a színészek merre viszik a darabot. Tehát nekem olyan képeket kell a színházban készítenem, amit a harmadik fél, hogyha megnéz, azt a 10-15 kiválogatott képet, és ha azzal szembe, vagy azzal találkozik csak, legyen valami benyomása a darabról. De el tudom vinni teljesen ellenkező irányba is. Mm-hmm. És vannak veszélyes darabok, amikor én magam sem vagyok biztos benne, hogy jó úton járok, és ilyenkor azért nagyon könnyen jégre lehet szaladni, és nem a megfelelő képet kiválasztani. De itt most a mi színházunkban ez elég szerencsésen működik, és azt hiszem, hogy jól dolgozunk együtt. A sajtófotókban mennyire lett otthon Kis Laci? Hiszen egyik oldalról vannak napilapok, másik oldalról hetilapok, de az is egy-egy eseményt rögzít. Én tudomásul vettem azt, hogy azért az a bizonyos Pulitzer az nem a mi utcánkban lakik. Én nagyon megszerettem ezeket a kis dolgokat, amiket mi hajtunk végre. Nekem nagyon fekszenek ezek a napi tevékenységek. Én szeretek egyszerű emberekkel találkozni, egyszerű embereknek örömet szerezni, egyszerű embereknek fényképeket csinálni. Én itt most nagyon jól érzem magam. Tehát mondhatnám azt, hogy vágyok erre, arra, meg sajtódíjra, meg ilyen. Egyszerűen nem vágyom rá. Nagyon jól érzem itt magam. Nyilván vannak bizonyos feladatok, amik sokkal jobban fekszenek, amiket jobban szeretek csinálni. Van, amire nagyon is emlékszem, van, amit még fel is hozok, hogy miért nem csinálunk ilyeneket. De nekem ez most bejön, viszont az nem lenne igazságos, hogyha azt mondanám, hogy csak ezt csinálom, ez nem igaz. Nem hiszem, hogy tudnék csak ezzel foglalkozni. Tehát nekem ez mellett kellenek még más. Fényképezni annyi, mint részesévé válni a változékonyságnak? Hiszen mondod, hogy nagyon sok mindent csinálsz. Vagy az mind Kis Laci? Tehát tetten érhető a te stílusod, az a fajta fotóművészet, én azért csak így nevezem. Látásmódnak, ami csak rád jellemző. Hát a riportban ezt azért elég nehéz tetten érni. Amit ugye művészetnek hívtál, vagy művészetnek hívunk, abban sokkal inkább, és ezekben az ilyen stage-fotóban, színház-fotóban, reklámfotóban, azért ebben is ott van egy kicsit az ember keze. Ott van az, hogy te mit gondolsz a világról, hogyan látod az embereket, hogyan tetszenek neked a mozdulatok.
hogyan képzeld azt a színpadi történetet, hogyan képzelsz el egy modellbeállítását. A riport az egy kicsit más, oda egy nagyon másfajta alázat kell. Nyilván szeretjük rendezni az eseményeket, de ott nem tudsz olyan befolyással vagy olyan hatással lenni a történésekre, mint adott esetben egy saját magad által megrendezett jelenetben, vagy akár egy berendezett fotóban. A riport az egy kicsit bonyolultabb dolog. Ott tényleg az van, hogy alázatosnak kell lenni, és kíváncsinak kell lenni arra a pici történetre, amit éppen most neked elmondanak. Ezt tudom, hogy nem tűnik egy nagy dolognak, de azért itt az elmúlt 15 évben mi egészen különös emberekkel találkoztunk. Nem mondom, hogy világra szóló történeteket hallottunk, hanem nagyon fontos, nagyon apró kis történeteket meséltek el nekünk, és ezekre kell baromira nyitottnak lenni. És ezt nagyon élvezem. Mert most nagyon szívesen el fogok mesélni egy történetet. Ez a közelmúltban volt, amikor is a stáb elvitte az erdő lakókat az egyik nagy áruházba bevásárolni. És nagyon izgultunk, hogy milyen ruha lesz rajtuk, jól lesznek-e felöltözve, mit szólnak a népek, és a férfi, aki kísérte őket, azon egy ilyen két számmal kisebb, ilyen 70-es évekbeli kopogós cipő volt. És ilyenkor áll össze a kép, tudod, amikor látod, hogy ő is készül, és én is készültem arra, hogy megpróbálok egy olyan képet csinálni róluk, ami ezt az egész hangulatot visszaadja. Nyilván nem annyira sikerült természetesen, mert a cipőjét így nem tudtam átadni, viszont nekem ezek a történetek, ezek a kis plusz történetek rakják össze a fejembe a képet, hogy mégis mit kellene csinálni. Tehát próbálok figyelni, próbálok rajta lenni a történeten, nézem az embereket, hogy ő vajon hogyan éli meg ezt a helyzetet, és hát nyilván nem könnyű, persze nagyon nagy képű szöveg ez, hogy visszaadom, nem könnyű visszaadni, megpróbálom minden alkalommal visszaadni. Rendkívüli a felelősség mindenképpen. Egyetértek. Ha a stílusokat nézzük, akkor egy valami, az biztos, hogy ott a pillanat szüli, a másodperc töredéke, a sport. És ugye azt tudjuk, hogy remek jégkorongról fotókat készítesz. Hogy szoktad meg? Hiszen az tényleg másodperc. Ez sehogy. Hát az elején azt sem tudtam, hogy hányos a kabát. Én néztem ott, hogy korcsáznak a jégen, jöttek, mentek. Az volt egy vízválasztó, amikor elkezdtem tudni, hogy hol van a korong. Ez tudom, hogy nagyon furcsa, de ahogy a Gáborra, Zocskai Gáborra látunk ott a nyitott palánknál, és volt, amikor így egyszerre dőltünk le a földre, hogy ne találjon el bennünket a korong. Na akkor, amikor tudod, hogy hol a korong, akkor kezded el érteni a meccset. Nem igazán ismerem a szabályokat mind a mai napig, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy elkezdtem tudni, hogy mi fog történni a pályán. Úgyhogy szurkolok, kiabálok, veszekszem magammal, és próbálok képet csinálni. Nagyon bejött ez a jégkorong. Én magam is meglepődtem magamon, hogy nyilván elég sok idő is eltett, hogy utat találtam hozzá. Nem furcsa volt az elején. Kiállítások, illetve a Székesfehérvári Művészek Társasága. Az fontos számodra? Igen, nagyon fontos. Hát itt élünk ebben a városban, van itt egy kiváló társaság. Szeretek a része lenni. Nem olyan régóta vagyok egyébként a tagja, hogy mindent tudjak róluk, és olyan nagyon benfentes legyek, de ez egy kedves társaság nekem. No, beszéltünk sajtófotóról, művészfotókról, sportról, kiállításokról röviden. Összefoglaltuk mindazt, ami a három évtizedben történt, mindez 11 néhány perc alatt. De a legfontosabbról nem beszéltünk. Amikor megkaptad az értesítést, mi volt az első gondolatod? Hát nagyon jó érzés volt. Az a helyzet, hogy ugye mi itt egy vidéki ügymenetben dolgozunk. Nyilván vannak ilyen mikroelismerések. Jönnek a visszajelzések, jaj, de jó volt ez a kép, jaj, de jó volt ez a cikk, jaj, de jó volt az interjú, amit készítette, jó volt a beszélgetés. De az ember azért belül mégis vágyik egy olyan fajta válveregetésre, ami egy kicsit a közösségből jön. Tehát, hogy hívjuk ezt egy magasabb fórumról, nem is tudom, hogy mi erre a helyes szó. Szóval mindig szeretnénk valamelyet, hogy jó van, na hát figyelünk rá, de rendes gyerek vagy, megcsináltad, tudjuk, hogy itt dolgozol, és az volt ebben ilyen nagyon jó eső érzés, hogy rád gondolnak. Tehát, hogy amiket csináltam eddig, én ilyen mániákosan szeretek mindig valamit újítani, mindig valamit kitalálni, persze nem biztos, hogy mindig sikerül, és amikor így fölhívtak, akkor azt gondoltam, hogy fenébe, hát ezeknek benne vagyok a fejükbe, hogy az így jó. És jó volt, jó érzés volt. Jó helyre került. Remélem. Hát ezt köszönöm. A nézők eldöntik. Köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Mindannyiunk nevében.
Kedves nézőink, vendégem a friss Pennarédia díjas fotoriporter Kis László kollégánk volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!